Az MV Agusta Magyarország és az MV Agusta Budapest jóvoltából tesztelhettük a mai nap folyamán, mind pályán, mind pedig közúton ezt az MV Agusta 800 RR brutálét, amit szeretnék most nektek bemutatni. A motor dizájnjáról azt hiszem, hogy nem kell mondani nagyjából semmit sem, mert tipikus olasz. Minden ergonómiailag ki van alakítva, amennyire csak lehetséges. Gyönyörű. Egyébként gyönyörű a motor, mind kialakításilag, mind pedig használhatóságilag. Csak ezzel az egyenlőzővel tudom illetni. Viszont közúti használatra egy sportmotornál azt mondom sokkal alkalmasabb. A blokk használhatóságáról el tudom mondani, 6000-es fordulattól gyakorlatilag bőven elegendő erőt szolgáltat, és nem kell pörgetni, mint egy sor négyest. Nem lesz ideges a blokk, nincsenek hirtelen terhelésváltási reakciók, nincsenek kiugrások. Teljesen fölösleges igazából a teljes fordulatszámtartományt kihasználni, de hogyha igen, az csak versenypályán. A kipufogó kialakítása ezen egy kicsit speciálisabb, mint az utcai normál változaton. A kidolgozás az önmagáért beszél, és a hangja az pedig egyszerűen frenetikus. Az első teleszkó a Marzocchitól van, ami azt bizonyítja, hogy nem minden áron van szükségünk Öhlinszre. Igazából közúton tökéletesen elegendő, minden csillapítást minden fokozatban tudsz állítani. Versenypályára azt hiszem, hogy ahhoz a tudáshoz, ami manapság az embereknek van, tökéletesen elegendő. Az első fék pedig Brembo, mi más lehetne, és egy 320-as tárcsa, mint minden sportmotoron. ABS természetesen van a motoron, kikapcsolható, de versenypályán semmi szükségét nem láttam igazából a kikapcsolásnak. Tökéletesen beavatkozás nélkül tudtam rá minden kört igazából végrehajtani. Viszont a kormánylengé csillapítóra, mint ami ezen gyárilag ugye felelhető, hát erre eléggé szükség van. És ez ráadásul 8 fokozatban állítható. Ez az oda-vissza gyorsváltó, ez egyszerűen fantasztikus, hogy az ember megszokja és megfelelő erővel és megfelelő pontossággal szabályozza a ballábát, akkor tökéletesen használható. Nem lehet összezavarni. Ami tapasztalat volt, a rövid tengelytávnak köszönhetően gyors, csiki-csuki kanyarokban tökéletesen terelhető, de 175 kg igazából gyerekjáték. A futómű komfortfokozata még a magyar utakra is alkalmassá teszi ezt a motort, minden nemű állítás nélkül. Komfort 170 km/h, ami természetesen csak versenypályán ért el az ember vele, hát itt minden csupasz motor, ez is addig jó igazából, addig nevezhető úgymond kényelmesnek. A fölött már azért a menetszél az igencsak levinne. A kormány jóval szélesebb, mint egy átlagos naked bike-on. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy sokkal könnyebb terelgetni a kanyarokban. A váz kialakítása nagyon érdekes, olyan keskeny, mint egy biciklié igazából. Nem nyitja szét a szél a lábad. A lábad, miközben kanyarodni próbálsz vele, automatikusan kényszeríti arra, hogy kifordítsa a bokádat, és talpközéppel tud visszaterelni egyenesbe. Az üres pozícióról elmondható, hogy eléggé sportmotoros, bár annyiban talán nem is nagyon hasonlít rá, hogy sem előre, sem hátra igazából túl sok helyet nincsen mozogni a nyerekben.
mivel a hátsó ülésnek a pupja az nyomja a gerinc végét, de ezt versenypályán nem veszed észre. Hogy a dizájn milyen? Nézzetek rá! Mint egy formás női fenék, mint a mellek. Igazi olasz. Igaz, hogy az árkategóriában már a felsőbb kategóriát képviseli, de én azt mondom, hogy ezért a motorért nem sok. Amit kapsz érte, az oda-vissza gyorsváltót, az elektronikát, az ABS-t, a kormánylengés csillapítót és ezt a formát, én azt mondom, megéri. Ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, és nézzétek meg egyéb videóinkat és tesztjeinket is.